Szeptember 29-én vasárnap újra megdobbant a Városliget szíve a Néprajzi Múzeumban. A Magyar Kardiológusok Társasága által szervezett esemény szívbetegségek megelőzésére és az egészséges életmód fontosságára próbálta felhívni a figyelmet. A Szívünk Napja egésznapos rendezvényén ingyenes szűrővizsgálatok, orvosi tanácsadás, sportfoglalkozások, koncertek, játékok, gyerekprogramok és sok-sok érdekesség várta az érdeklődőket. Nagyjából 25 éve ünnepeljük meg Báez de Luna professzornak a fejéből pattant ki tulajdonképpen az a rendezvény, hogy igazából egyfajta alkalmat találjunk azzal, hogy, vagy annak, hogy minél inkább tudatosítsuk tulajdonképpen a szív és a szív betegségek probléma körének a fontosságát. Gergelyt a kisfia eredményei vezették el oda, hogy megtudja, mennyire veszélyeztetett a szív- és érrendszeri betegségekben. Így tudott tenni a megelőzésért. Volt egy teljesen szinte véletlen spontán vérvizsgálat, és akkor azt mondta a gyerekorvos, hogy hát ez nem egy ilyen családi szerencsétlenség sorozat, hanem egyszerűen ez egy ilyen genetikai örökletes kérdés, amit simán lehet kezelni, csak éppenséggel fel kell fedezni, és foglalkozni kell vele. Sajnos a leginkább már csak valamiféle panasz után érkeznek a legtöbben. A lakosság halálozásának körülbelül feléért valamilyen szív- és érrendszeri probléma felelős, ezért is nagyon fontos a Szívünk Napja. Ez az a terület, ahol ugye nagyon sokat tudunk önmagunkért tenni. Tehát borzasztó fontos az, hogy vannak szűrővizsgálatok, ezeken ugye részt kell venni, vannak terápiák, a terápiákban is részt kell venni aktívan. Ugye együtt kell működnünk ugye az orvosokkal, az orvosoknak pedig a betegeikkel testmozgás, étrendre való odafigyelés. Tehát ezeket a viszonylag egyszerű dolgokat megtesszük magunkért, és adott esetben a szeretteinkért. Magyarországon sokkal több nő hal meg kardiovaszkuláris betegségben, mint férfi. Nagyságrendileg körülbelül 8000-rel több nő veszti évente életét szív- és érrendszeri betegségekben, ami 25%-kal magasabb aránya férfiakéhoz képest. Magyarországon tavaly 33000 hölgyet veszítettünk el, illetve 25000 urat valamilyen kardiovaszkuláris betegségben. Nagyon sok életet ebből meg lehetett volna menteni, úgy, hogyha kellően odafigyelünk a megfelelő életmódra, illetve a szűrésekre járunk. A hölgyeket nagyon sokáig ugye a hormonrendszerük az gyakorlatilag a menopauzáig viszonylag jól védi. Jobban védi, a férfiakat ilyen jellegű védő funkció ugye nem érvényesül, viszont sajnos a menopauza után ez a védőhatás véget ér. Ugyanakkor ez együtt jár sajnos azzal, hogy az úgynevezett hezitálási idő, vagy gondolkodási idő egy bizonyos probléma esetén a hölgyeknél hosszabb. És sajnos ebből fakad az, hogy nagyon gyakran későbbi fázisban jutnak el orvoshoz, későbbi fázisban kapják meg azt az ellátást, vagy részesülnek abban a terápiában, amire szükségük van. Az egészségügyi ellátórendszer és a beteg nem mindig talál a megfelelő módon egymásra. Ezt hivatott segíteni a Szívesen Egyesület, aminek utolsó két betűjének külön jelentése van. A Segítünk Neked rövidítés révén. Felhatároztuk, hogy segítünk mindazoknak a betegeknek, akik valamilyen szívbetegséggel élnek. A segítség azt jelenti, hogy megfogjuk a kezüket, és hosszú időn keresztül, ameddig ők szeretnék, vezetjük őket. A Szívesen Egyesület 2011-ben jött létre a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Hiánypótló szervezetnek számít Magyarországon a civil kezdeményezés. Magyar Kardiológusok Társaságának az egyik hivatalos betegszervezete. Én azt gondolom, hogy az, amit ők az elmúlt több mint 10 évben csináltak, és amit a prevenció terén hangsúlyoznak, és tulajdonképpen azok a programok, amiket megvalósítottak, ez abszolút példaértékű, és csak ajánlani tudom, és biztatnám az összes egyrészt részben a területi kórházak kardiológiáit, hogy csatlakozzanak ez a kezdeményezéshez. A társaság is megfogalmaz, ami ugye a civil oldalról való szerveződéseknek is abszolút a pártját fogja. A Magyar Kardiológusok Társaság is pártját fogta ilyen értelemben a civil oldalról való együttműködésnek. A betegszervezet hálózatát folyamatosan bővítik, koordinátori hálózatot hoztak létre, és ma már 11 ilyen koordinátor segíti országosan a 2500 fős egyesületet. Az eddig lefolytatott 47 kampányuk közül a legutóbb a női szívek kampányát valósították meg, ami a nők megmentését tűzte ki célul. Különbözik a női infarktus tünete a férfi infarktus tünetétől.
mindenkiért kár, de jó lenne, hogyha ezeket a tüneteket mi nők is ismernénk. Sokkal hamarabb hívnánk mentőt, de ebben ez is benne van, hogy tudnánk akár újraéleszteni, mert ezt is nagyon kevesen tudnak. A szervezet elnöke szerint sok értelmetlen szívhalál lehetne megelőzhető egy kicsit több odafigyeléssel. Bár a kiváló magyar orvosok világszínvonalú beavatkozásokat tudnak itthon elvégezni, igyekezni kellene a vállukról levenni a terhet és egy kis odafigyeléssel megóvni magunkat a szív- és érrendszeri betegségektől.